Üvöltve küldte vissza Brüsszelbe a kormánypárti vadhajtások nevű weboldal egyik barátja Guy Verhofstadt, belga liberális politikust, aki a Momentum mozgalom meghívására érkezett Budapestre, hogy az EU-s támogatási rendszer reformjáról beszéljen a legfőbb ügyészség épülete előtt. A Momentum elnöke Fekete Győr András és a belga politikus közös tájékoztatóját folyamatos közbekiabálással és a hangszóróból arab nyelvű éneket játszva zavarta a korábban számos párt rendezvényén provokáló Bede Zsolt is. Brüsszelisten! Ennek ellenére kiderült, hogy a Momentum mozgalom szigorúbban szabályozna az uniós támogatások felhasználását. Az EU-s pénzeket, azokat ne az Orbán maffiára, ne a Fidesz maffiára költsük, hanem csak egészségügyi célokra, csak oktatási célokra és csak megélhetési célokra fordítsuk ezeket. Mi ezért fogunk dolgozni elsősorban az Európai Parlamentben. A támogatási rendszer reformjában partner az Európai Liberális Pártok frakciója, amely az előrejelzések szerint a többségi koalíció tagja lesz az Európai Parlamentben. Most vasárnap lesz először, hogy a szocialisták és a konzervatívok nem kerülnek többségbe. Mi egy új Európa Párti centrista frakciót alapítunk, és ennek a csoportnak a támogatása nélkül nem lehet többséget szerezni az Európai Parlamentben, mondta az Euronewsnak Guy Verhofstadt. Az európai parlamenti választásoknak a Momentum mozgalmat is frakciójukba váró liberálisok lehetnek az egyik nagy nyertesei. A közvéleménykutatások szerint akár 40 új helyet is szerezhetnek az Európai Parlamentben.